Tovább folytatva a rendezvény sorozat felvételeit, most Néprajzi kincseink címmel Kovásné Muca Judit önkéntes néprajzi gyűjtő előadását tekinthetik meg. Most akkor szeretném a eddigi három pályázatomat röviden bemutatni. Az első az Életünk útjai, Szekeres Jánosné életrajza. Erre nagyon jó minősítést kaptam. Majd a Vajdahegedűnek Álljon meg zengése, Egyeki bőfélyek régen és ma, ez kiváló minősítést kapott. Tavaly a Muca Károly Egyeki szücsmester élete és munkássága, ez nagyon jó minősítést kapott. A jelenlegi, amit még a héten küldtem el, egyszer csak mindennek vége lesz majd, ez az Egyeki Horváth család világháborús levelezése. A kiskatona levelei haza Egyekre a szülőkhöz, és a szülők levele kiskatonának. És a hagyományőrző tábor az Egyeki tájházban. És akkor az első háromról egy kicsit bővebben. Az Életünk útjai, ezt a harmadik néprajzi gyűjtő pályázatra adtam be. Ez egy 77 éves egyeki asszony, Szabó Mária Szekeres Jánosné életrajza. Őhozzá is a munkámmal kapcsolatba kerültem, ugyanis ő fest agyműtétje volt, és a festészet révén gyógyult, ő így mondta. És ugye a kiállítások szervezése kapcsán sokszor mentem el hozzá, beszélgettünk, és akkor felvetette egyszer, hogy ő szeretné megírni az életrajzát, segítek-e ezt ugye gépre vinni, megszerkeszteni, családi fotókkal telerakni, és ő ezt a családtagoknak szánta karácsonyi ajándéknak. Amikor készen lett, akkor írták ki a harmadik tradíciópályázatot, és így meggyőztem Mariskáját, hogy adjuk be. Meggyőztem arra is, hogy eljöjjön a Néprajzi Múzeum a díjátadóra. Akkor járt második alkalommal Budapesten. Ő a Mariska néni is, Szekeres János. Itt teljesen elmeséli a gyerekkorától a mindennapokat. Mariska néni gyermekkorában, az esküvői fotók. A nagyapja volt nagyon fontos életében, aki törvénybíró volt Egyeken. Ő vele kezdi a történteket. Szóval Mariska elmesélte, hogy milyen is volt akkoriban a mindennapok, a mosás, az aratás, az udvarlás, a szerenád, jószágunk gondozása. A főzés nagyon fontos szerepet játszott életében. 32 korabeli receptet írt le. Félt, hogy jó lesz ez a pályázatban, vagy ebben a munkában a recepteket beletenni, de biztattam, de kellett az oda. Anélkül nem lett volna teljes. Közben mesél betegségéről és gyógyulásáról. És a negyedik tradíció pályázatra a Vajdahegedűnek Álljon meg zengése. Hideg András és Muca Péter bőfélyekről. Ez is a munkám révén jött elém, ugyanis Hideg András bőfély szövegét lefénymásolták, be aztán könyvtárba lefénymásolni. És akkor kértem, hogy egy példányt hadd mentsünk meg a könyvtár helyismereti gyűjteményébe. És aztán, amikor jött a pályázat, akkor meg is szerettem volna ezt bővíteni, és a családtagoktól egy kis életrajzot gyűjtöttem még hozzá. Muca Péter pedig mai bőfé, itt van az édesanyja, édesapja köztünk. Hát annyit, hogy András bácsi majd látni fogjuk öltönyben. Végezte a munkáját, és neki a zakójára tűzték a szalagot, Petinek pedig botja van, és a botra tűzi a mennyasszony a szalagot, ezzel bízza meg a bőfély munkával. A
András bácsi Bojtár legényből lett vőfény. Elsőként unokanővére kérte fel a feladatra. Akkoriban még nem volt hivatásos vőfény, hanem a családból, a közeli rokonságból kérte fel valakit, aki ezt a szép feladatot elvállalta. Ezen alkalommal nagyon megtetszett András bácsi a Nász népnek, és utána jöttek sorba a felkérések. Nem csak egyeken a környéken, de még Pest környékére is vitték András bácsit. Egy kis részlet a megköszöntőjéből, Vajdahegedűnek álljon meg zengése, Sarkantyúknak is némuljon el pengése, mert búcsúzásomnak részlet kezdése. Muca Péter, ő az esküvő lelke, így nyilatkozott róla egy ifjú pár. Peti gyerekkora óta néptáncol, és ezt a hangulatot viszi be a lakodalomba. Édesapja is sok lakodalomban volt főfény, ekkor kisgyerekként szeretett bele Peti ebbe a feladatba. Úgy fogalmazott, hogy ebben nem lehet nem szerelmesnek lenni. Informatikai szakos pedagógus és hivatásos főfény. Peti bemutatkozása pedig, Muca Péter vagyok egyeknek falvából, hallhatod már róla, ki a pusztában kirándult, én fogok ma a tisztelt Nász népnek szolgálni, remélem nem fognak én bennem csalatkozni. Mindkét főfély verse megtalálható a pályázatban, 12-15 oldalnyi szöveget kellett megtanulniuk és előadniuk. Ezen a gyerekek szoktak mindig elcsodálkozni, mikor a osztályunk tartom az előadás, hogy úristen, ennyi verset megtanulni és előadni. A pályázatokat kinyomtatva elhoztam, meg lehet majd a végén tekinteni ugye a vőfény verseket is. És akkor Muca Károly egyeki szücsmester élete és munkásság, ez az 5. tradíció pályázatra készült. Hát Károly bácsival szintén a munkahelyemmel kerültem kapcsolatba. Helyismereti gyűjteményünkben megtalálható, hogy a Vég Antal Hortobányi Mesterség egy című könyve, benne van egy riport Károly bácsival. De még ez úgy nem indított meg, majd Kukovács László etnofotográfus keresett fel minket, úgy 2010-ben a könyvtárba jött el a Hortobágyi Nemzeti Park kollégáival, hogy szeretné még egyszer látni a Subát, amit a 70-es-80-as években a Hortobágyi Vásárban ő fotózott. És szerette volna megnézni a Subát, felkeresni a szűcsmestert. Sajnos már ekkor nem élt Károly bácsi, a feleségét látogattuk meg, és megnéztük, újra fotózta a Subát. A Pásztor emberek című könyvében Károly bácsiról van írása és több fotó is. Károly bácsi Szabó József nagyiványi szücsmestertől tanult, 1932-től 40-ig náluk is lakott, ugyanis a mestere, feleség az ő nővére volt. Károly bácsi munka közben cúrkolás végez. Minden műveletet saját kezüleg végzett, bőr kikészítésétől teljesen a hímzésig. Hát ezek a nagyon csodálatos fotók. Károly bácsinak az a kérése volt egyszer a fiaihoz, hogy vigyék el őt egy műterembe a Subájába fotózni. Így volt olyan csodálatos kép, amit a címoldalra tehettem. Hát látszik, milyen büszkén viseli élete fő munkáját. 17 lyuk bőréből készült a Suba.
Hát a családtagoknak is csinált, unokáknak, gyerekeknek bundákat, eladásra is. A mintakönyvét saját kezűleg rajzolta, és a munkákra is saját kezűleg vitte fel a mintákat. Hát még esetleg, akinek lenne kedve ilyen munkához, egy kis módszertan. Én amikor felkeresem az adatközlőket, ugye az interjút az diktafonra veszem, és a hanganyagot az csatolni kell a pályázathoz mellékletként. Minél több korabeli fotót szkennelünk hozzá. Jegyzetfüzet mindenképpen, mindig csak a jobb oldalra írok, mert mindig jön valami, amit még ott be lehet szúrni, és az pedig a bal oldalra. És ugye közben vannak dolgok, amiket meg kell kérdőjelezni. Például Hideg András egyik fiánál jártam úgy, hogy zavarba jött a diktafontól, hogy neki rögzítjük a hangját, és amikor ott tartott a történetben, hogy édesapja kit vett el feleségül, mindig a nagymamája lánykori nevét mondtam. És ha én ennek nem nézek utána a családfogkutatós oldalon, ahol fenn vannak a születési anyakönyvek, akkor nem tudom, hogy tévedett, és én elhiszem, és beadom a Néprajzi Társasághoz. Pedig nem is úgy van, ahogy mondta. Hát egy pár ötlet. Valamikor a településen dolgozó mesterek életrajza munkássága, helyi jellegzetességek, vályogvetés, kosárfonás. A vályogvetést még én is szeretném. Ugye egyeken még ott van a nyoma, több vályogvető gödör meg van, mint a vájkos, ami most csónakázótó lett. Mai folklort is gyűjtik, a tradíció pályázaton örülnek a mai folklornak is, akár a graffitik, vagy a közösségi oldalakon megjelenő szokások. De akár ugye emlékkönyvek, amit Árika is gyűjtött, vagy akár régi receptekkel. A pályázók részére továbbképzéseket szervez a Magyar Néprajzi Társaság. A Kárpát-medencei Néprajzi Gyűjtők tábora, ez általában évente van. Itt továbbképzések, műhelygyakorlatok vannak. Ilyen kitűnő előadókkal, mint Birinyi József, ő néprajzkutató, népzenész, egy feledhetetlen előadó, hangszergyűjtő, nagyon érdekes a hangszerbemutató előadása. Barna Gábor a 56-os témában szokott előadást tartani. Tátrai Zsuzsanna neve szerintem ismerős mindenkinek. Ő inkább a népszokások témakörben segített nekünk. Lőrincet elő a bukovinai szőttesek mestere, restaurátora. Vasvári Zoli szintén a gyűjtésmódszertanban segít. Örkényben és Jászberényben voltunk még eddig táborban, idén pedig a Balatonra tervezik a tábort, Fonyódra. Nagyon jók ezek a táborok, mert nem csak az előadóktól tanulunk, hanem egymástól is. Egy hasonló beállítottságú csoport, tábora, még kettőkor is beszélgetünk. Egy kis motiváció és a pályázat elérhetősége. Végül is, ha nem találom meg ezeket a megmenteni való embereket, vagy a emléküket megmenteni, és nem írjuk meg, akkor a mindhárom pályázat szereplője feledésbe merül. Mint akár Károly bácsi, ugye szűk lett a bunda, már nem divat, a velem korabeliek sem ismerik Károly bácsi, de emlékszenek rá sokan. Stop!
Igen, ma már sok fiatal kéri, mesélte Peti, hogy ez nagyon sírós rész, és van, aki, van olyan pár, aki kéri, hogy egy-két mondat igen, csak. Igen, és ilyen humoros, hogy ők nem akarták azt, igen. Hogy sírva búcsúzkodjanak. Hogy ők ezt nem is kellene, örömként nem élik meg, nem igen. Nem is kellene, igen. Igen. Hát ez azt hiszem 2005. Hát az előző pár zelejé elíték, ők most válnak. Nagyon csendes társaság. Egy bőfében itt a legyen. Mind a felejétől, tehát a végén. Az utolsó ember. Az utolsó ember? Hát jó, hogy bezárni. Mert manapság már csak az elején van. Igen. Ő itt reggeli. Reggeli van. Itt a bőfénynek ugye nincs. Kicsit előrébb veszem. Ugyanis itt a mennyasszony a nagymamájától tanulta a grillás készítést. Elvégzett ilyen valami cukrászati főiskolát, nem tudom milyen képzés van erre. Vonatkozólag, és ő most már hivatásosan csinálja a veronikagrillás.hu a honlapja. Pesten és egyeken, de országosan kiszállítják mindenhová. A pókembertől kezdve minden, a kombájn mindent megcsinálják. Nem csak a régi tortákat, mindent, amit csak kívánnak, igen. És ugye itt mindjárt törik a tortát. Ritkán van ma már egyébként ilyen nagy lagzi. Igen. Még gondolom itt is. Köszönöm.
Tehát így törik össze a grillás tortát. De jó. Ha